Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok és jön az 1 technikák utolsó rész, igen, szomorúan jelentem be, ám mégis nagy örömmel, hogy végre túlestem ezen a sorozaton, és az utolsó résznek egy kis csemegét tartogatok, de még mielőtt rátérnék, akik random rátalálnának erre a, videód, a videóra, akkor elárulom, hogy ebben a sorozatnak, aminek az utolsó részét láthatjátok, egy technikákkal foglalkozok. Nem Unreal Tournamentben, hanem Call of Duty-ban, mert az a játék a az én világom, hogy úgy mondjam, és ott igyekeztem megosztani az 1 egy tapasztalataimat, amiket az évek során összegyűjtöttem, ám az utolsó résznek ezt a játékot választottam, egyrészt azért, mert jelenleg kint van ugye az, a, a, az alfa változat, lehet vele játszani, kipróbálni, ezért is ilyen csúnya, másrészt pedig, mert eszembe jutott, hogy mi lenne, ha bemutatnék egy másik játékot is, Amelyben, amelynek nagy múltja van az 1v1-ben, mert az Unreal Tournament-nek egyik um, alapköve játékokban az pedig a, a Duel, ugye az 1 v 1 és egy merőben más technikát igénylő uh, játék, mint a, mint a Call of Duty. Call of Duty-ban uh, az eddigi részekben ugye beszéltünk arról, hogy hogy taktika, kivárás, uaf, kilkam, uh, idő, és, és ezeknek összessége hogyan használt fel arra, hogy, hogy győztesen gyere ki uh, egy csatából. És íme itt van egy másik kaliberű játék, aki. aki pörgősebb, és tudja, hogy nem nagyon tud egy helyben megmaradni, annak előszeretettel ajánlom, és szereti az egy vegyet annak előszeretettel ajánlom az Unreal tournament illetve a Quake Live-ot, ami ma is egy nagyon-nagyon élő közösség, és még mindig ugye életben van a, a, a Quake Tournament gyakorlatilag, eh, ahol, ahol ugye hát lehet jelentkezni és versengeni 1v1-ben. Úgyhogy ezek <coughs> azok, azok a játék, ez a két játék, ami ősi múltan rendelkezik ebben a kategóriában viszont merőben mások, mint a, uh, mint a Call of Duty. És egyrészt azért is szeretném megmutatni uh, azoknak a játékosoknak, akik, akik úgy uh, azt gondolnák, hogy, hogy netán az egyvéegyezgetés abból áll, amit, amit, azokban a Call of Duty játékokban megmutat. Nem, nem. Egy másik struktúrájú játékban másképp kell játszani, és az Unreal Tournament egy, merőben más játék, ahol merőben másképp kell játszani. Ugye, mi az a Tournament, hogyha elsőre és másodikra és talán harmadikra is megnézzük ezt a játékot, akkor egy eszetlen uh, rage shooternek tűnhet az egész, ahol, ahol egy kaotikusság uh, van jelen. Viszont, amikor már mondjuk egy Pár óránál többet játszottunk a játékkal, akkor bizony rádöbbenünk, hogy több minden van ebben a játékban, mint amire elsőre gondoltam, és itt most nem feltétlenül pályatektikákra gondolok, ahol ugye Call of Duty-ban jó, ha ismered a pályát és annak technikáját, viszont Áril tournament jóha jó, ha ismered, hogyan kell mozogni és kitérni azok a bizonyos lövések elől. Jó, ha ismered minden fegyvernek, milyen képessége van, mikor vált váltakoztas ugye a kettő között, hogyan került ki azokat a bizonyos golyókat, milyen szögben lőd azokat a bizonyos golyókat, és, és a végén rájössz, hogy egy egész ilyen kis tudományos csoportot raktál össze, vagy magadban, hogy megtanuld az Unreal Tournament fegyver és mozgós, mozgás kultúráját kezelni. A, pály, a pálya ismeret is nagyon hasznos, hogy tudod, hogy ne tévedj el, abból a szempontból semmi nagyon értelme nincs, hogy, hogy taktikáz rajta, Az kell, azért kell ismerned ugye a pályákat, hogy tud, melyik fegyver hol található és melyik olyan fegyver hol található, ugye, amivel jobban tudsz bánni esetleg. És emiatt ebből a szempontból érdemes, mert ha az állítőnednek van egy feladata egy Multiplayeren belül, az többnyire az, hogy ugye, tud, hogy hol vannak a fegyverek, megszerezz a megfelelő fegyvert, megszerezz a megfelelő uh, erősítést ahhoz a bizonyos fegyverhez, ugye, és. és uh, életet, páncélt, stb. Szóval. Uh, egy egész, egész, komplex struktúra tud lenni az Unreal Tournament, és, és akkor bele lehet vetni magadat a, a Rage shooterbe, miközben, miközben, gyakorlatilag megtanulod azt, hogy hogyan kezed a fegyvereket, és hogyan mozog effektíven uh, a golyog uh, mögül. Ez egy aktív, és en, ez egy aktív játék, és, és ennek megfelelő a, az 1v1-es kategóriája is, és, és nagyon rég Unreal Tournament-eztem, őszintén leszek a 2004, és az első rész, rész a kedvencem, játszottam a 2007-essel is, tök jó játék, csak valahogy nem lett annyira stílusa, mint a, mint a 2004-nek, vagy az elsőnek, és, és az 1v1-es része azt kell mondjam, talán az egyik legkeményebb játék játékmód. Nincs megállás, nem állhatsz meg, mozgásban kell lenned, meg kell szerezned azt a páncélt, föl kell venned azt a fegyvert, amivel jól bánsz. Kivéve, hogyha uh, sok rájfölről uh, szól az egyezgetés, mert akkor gyakorlatilag van hit kill minden. De de jobban szeretem azt, hogy változatosak a fegyverek, és, és minden fegyvernek meg, meg van a sajátos adottsága, és ez, ez ami egyben Ariel megnehezíti a játékot, hogy, hogy amilyen fegyver van, azzal úgy kell játszál, és az, az nyer, aki jobban tud célozni, vagy netán effektívebben tudja elkerülni az ellenfél gólyait, vagy ismeri a, a pályát annyira, hogy fel tudja venni azokat a páncélokat, azokat a perkeket nevezzük így, amelyel jobb játék, hát nem jobb játékosra, de jobbá teheti, erősebbé teheti a karaktert, hogyha netán arra bizonyos párból kerül a sor, és, és nincs, nem, tehát egy v egy Unreal Tournamentben nem igazán tudsz megállni, mert a pályák szerkezete eleve olyan, hogyha még egy kicsit nagyobb is a pálya, nagyon gyorsan bele fogsz futni az ellenfeledve, nem beszélve arról, hogy a játék rendszer is olyan, hogy elég közel dob a, az ellenfeledhez, és, és nem, nem igazán tudsz leállni vele. Úgyhogy uh, ingyen egy másik játék lezárásra, azt hiszem tökéletes. Uh, így, hogy, hogy így az 1v1-el uh, kapcsolatban, csak hogy lássátok azt, hogy, hogy hogy egy másik struktúra is létezik, és, és ez nagyon jó játék mindazok számára, akik eddig például nézték a sorozatot is azt hitték, hogy hát, most tényleg ez az 1v1, és hát ez, ez most hogy néz ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egy tisztább mechanizmusa van a, az Unreal Tournament 1 v Egy uh, szebb ebből a szempontból. Itt nem tudsz elrejtőzni pályákon, nem tudsz elrejtőzni falak mögé, nem tudod túl taktikázni, nem tudod kitaktikázni az ellenfeledet. Ott vagy vele szemtől szembe, és, és, az egyetlen taktikád az, hogy jobban kell tudj bánni a fegyverekkel, és tudnod kell, hol vannak a bizonyos páncélok, pajzsok, vagy, vagy ugye az a bizonyos fegyver erősítő, ami, ami gyakorlatilag one hit kill biztosít, de akkor se biztosít one hit kill, ha nem találod el, szóval így gyakorlatilag az Admiral 1 v 1 egy tiszta, letisztott játékmenés, úgyhogy aki nem szeret fáradozni azzal, hogy, hogy Ú, uh, ez elbújt, na ez most kitaktikázik, na most hol keressem, na most izé, mit, mikor lőhet hátba, na most az aerial ilyen nincs. Hátba, hát, hátnak még hátba találhatnak, de nagyon jól van időd reagálni, hogyha egy fejlett mozgáskultúrában rendelkezel ebben a játékban. Ugyanez igaz a Quake Live-ra is, az is egy letisztultabb egy v egy mechanizmust uh, takar, ahol, ahol gyakorlatilag nincs menekvés a, a, az ellenfeled elől, és egy folyamatos nyomást kapsz uh, gyakorlatilag az ellenfelettől, és mert, mert a játék rendszerei olyan, hogy, 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 egyszerűen gyorsan megtaláljátok egymást, és, és hát igen, igen, és ez is, ez is, létezik, ez is van. Ha azt mondom, hogy Battlefieldben 1v1, az megint teljes mértékben másképp alakul el, ott még inkább defenzívebre menne a játék, még inkább arra, hogy megszerezt az első kilt és kivárd az ellenfelet. Call of duty ugye kicsit aktívabbak voltunk, és itt van, a, itt van ez a játék, ahol, ahol azért alapvetően sokkal, de sokkal jobban kell pörögni. Ennyi, ennyi, lett volna. Remélem élveztétek a sorozatot, akik, akik most álltak rá erre a videóra, iratkozzatok föl, és, és lájkoljátok a videótra, hogyha, hogyha tetszett, amit láthatok. Nézzetek körül a csatornámon, biztos vagyok benne, hogy még rengeteg érdekes ö, dolgot fogtok találni, és hát találkozunk a következő videóban, addig is. Köszönöm a figyelmeteket! Élveztem elkészíteni ezt a sorozatot. Köszönöm Klavinak, hogy részt vett ebben a sorozatban, és nem adta magát, mert nem arról szólt, ugye, hogy hú, hát hagyjuk nekrokrimet nyerni, című történet. Úgyhogy Klavi, Klavi ezt a beleadott uh, minden, szóval nem, nem akarta uh, véka rejteni a kis uh, mocskos szándékait se időnként, bár nagyon jól leplezte, de azért tudtuk, hogy mi folyik ott a, ott a háttérben. Úgyhogy, hát igen. Uh, tényleg egy mó móka volt elkészíteni és egy, egy, egy másik szintje volt annak, hogy én amit tudok a játékról és, és mindig így adtok valami ötletet, amitől én meg tudok újulni vagy ki hozni még mindazt, amit én az elmúlt évek alatt megtanultam uh, a shooterekről mondjuk így. Nos ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!